Az időjárás nem bizonyult ideálisnak a második alkalommal megrendezett 10 órás mountain bike maraton résztvevőinek, de a hideg és a szeles idő ellenére 17 csapatot és 7 egyéni indulót köszöntött dr. Süttő László a városi fürdő területén. A kerékpárversenyre az ország minden részéről érkeztek. Közel 70-en hódították meg az extrém terepet, melyet az esős idő teljesen fellazított és eláztatott. Hát tudni kell, hogy ők az ország élbolyában bent vannak, aki most az első három helyen van. Az ország élbolyában tekernek, nagyon ügyesek, jó bírják. Az amatőröknek egy kicsit nehéz, mivel fölázott a pálya és nagyon ragad. Ragadnak a kerekek. De hát majd reméljük, hogy felszárad délutánra, és akkor könnyebben lehet hajtani. Ha jól emlékszem, akkor 31 csapat van, több nevezett csapat nem jött el, gondolom a rossz időjárás miatt. Ez annyit jelent, hogy körülbelül 70 ember van összesen. Egyszerre pályán 30-31 ember van kint folyamatosan. A pálya kijelölés viszont a rendezőség fantáziáján múlik, azt mondják, hogy nagyon fantáziadús, vannak benne technikás, kanyargós szakaszok, és vannak gyors, egyenes szakaszok, tettünk bele több térkövet is, úgyhogy a térkövön is tudnak haladni. Vannak egyéni nevezők, mint már mondtam, az azt jelenti, hogy a 10 órát egyedül tekeri végig. Itt vannak férfiak, és van azt hiszem egy vagy két hölgy is indult. Aztán vannak párosak, van párosba fiú-lány, és páros vegyes, egy fiú, egy lány, és vannak négyfős csapatok, ami négyfős fiú, négyfős lány, és van négyfős vegyes. Például mi is az vagyunk, van egy hölgy a csapatunkban, és három fiú. Folytatjátok? Igen, természetesen szeretnénk folytatni. Hogyha így fejlődik, mint ahogy tavalyról fejlődött, akkor reméljük, hogy jövőre még egyszer ennyi ember lesz. Büszkén mondhatjuk, hogy Schillinger István segítségével Marcali is bekapcsolódott az ország kerékpáros életvérkeringésébe.